Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt kérem a szilveszteri adás, mellette mosolyogosan, szerintem Veszprém legszebb mosolyú Dávidja. Megyünk egy kicsit a Megasztárba. Mivel készültél ma, Dávid? Démolba. Igen? Az előbb azt mondta, hogy csak a hangja miatt nem indult. Egyébként ismered azt, hogy helyvargárni káposztát főzöl, az ilyen asszolnak. Ismerem, de nem tartozik a kedvenceim közé. Nem. Káposzta? Az sem. Hogy? Enni vagy főzni nem szereted? Enni. Főzni, megfőzöm, meg is kóstolom, de enni nem szeretem. Na, figyelj, mivel készültél? Nem tudom, mivel készültél, de látok itt egy kis bárkát. Mire gondoltál? Kötözős sztori lesz? Hát... Mit kötözöl meg? Egy kis malacot. Hát pont most fogytam 6 kilót. Igen, tehát már nem vagyok az a kategória. Igen, egy kis malacot, egy kis teljes malackát. Meg is mutatnám, hogyan nézünk ki. Itt a malac. A malac még kicsit fázósan, ugye bundában van, kicsomagoljuk. Tartom neked. Köszönöm. Igen. És akkor ő volna az áldozatunk. Áldozat milyen része? Ez az oldala, a császár, ugye? A császár húsa, igen. Csodás. Így néz ki. Ezt hol tudom vásárolni? Jóhentesnél. Jóhentesnél, de általában mindig előrendelésre tudják beszerezni, mert ez olyan friss fiatal. Hát ez még nagyon pici állat volt, amikor szegényként levágták nekünk. Hát majd hullatok pár könnyet, miközben eszem. Jó, az megérdemli. Igyekszünk úgy megcsinálni, szóval... hogy jó legyen, szép legyen, tökéletes legyen. Jó, tehát ezt fogjuk elkészíteni. És köretnek pedig csinálunk hozzá egy francia lencse főzeléket. Ugye francia lencse abban különbözik a Magyarországon, nagyon jól ismert barna lencsétől, hogy sokkal apróbb szemű és kerekebb a formája, és nehezebb szétfőzni. Főzési idő körülbelül nem kell áztatni, viszont 20 perc alatt megpúl. Tehát majdnem, hogy a vörös lencse. A vörös lencse. Amit tudom, hogy te nem szeretsz, de én viszont imádom. A vörös lencsét én egyetlen jobból nem favorizálom, hogy az a nagyon kell vigyázni. Tehát az nagyon mit szólsz a beluga lencséhez? Beluga lencsét... viszont azzal még nem dolgoztam. Ez egy fekete, az a beluga kaviárról kapta a nevét, mert olyan, mint a gyöngy, sosem megy szét a héja, és salátákhoz isteni. Na, tök jól néz ki. Én is tudtam valamit tanítani neki. Na, ugye ez a lencsének az a jellegzetes, vagy nem jellegzetessége, hogy a franciák egyik elsődlegesen eredetvédett terméke, amit már 2000 éve termesztenek Franciaországban. És nagyon magas a keményítő tartalma. Tehát diétába is jó beilleszthető. Szereted? Szeretem. Ezt szeretem. Oké. Tehát ilyen főzeléket fogunk csinálni. Igen. És láttam robotgépet is. Úgy kértem a fő, hogy mákos szuflét szeretnénk csinálni. Csipkebokor lekvárra. Itt teljesül minden kívánságot. Csapjunk bele, Dávid! Na akkor, Dávid, csapjunk a lencsébe. Lecsóba. A lencsébe. A lencsébe. Szeretnélek arra megkérni, hogy a fokhagymát vágj nekem össze apróra ezt a 4 gerezdet, légy szíves. Nem biztos, hogy olyan apróra tudom, ahogy te. De ez most jó lesz? Tökéletes lesz, persze. Jó, oké. Addig te csinálj valamit, vagy nézed? Szeretnél én most nézem, hogy ellenőrzöm. Fagymát vágok? Ellenőrzöd? Tehát ez nagyon jó duma a szakácsoktól, hogy pihenhessenek, hogy nézem, ellenőrzöm, hogy csinálod. Jó, oké. Egyébként a malac az kívánja a fokhagymát? Jól áll neki a fokhagyma? Jól áll neki a fokhagyma, igen, de nem szabad azt sem túlzásba vinni. Ugye a malacnak van egy, mivel fiatal állatról beszélünk, azért van egy jellegzetes íze. Jó. Megvagyunk a fokhagymával, akkor ezt kicsit félretesszük. És jön a kakukkfű. Ezt még egy picit légy szíves. Még így menjek át rajta? Ott is lesz, igen. Szuper. Na, ennyire jó neked? Ez ilyen rusztikus. Így, szuper. Jó, oké. Jó, ezt is oda rakom? Fokhagymára leszolgatod, igen.
ezt majd is összekeverjük, és akkor a malackát ezzel fogjuk megszórni. Tehát ezzel így bebarzsamozzuk a testét. Lényegében igen. Oké. Az egyiptomi múmiákat. Mint a múmiákat. És akkor a kis malackánk fölkerülne a deszkára. Picit. Egy. Nagyon sokan félnek a malactól a sütés tekintetében. Féljünk tőle, vagy ne féljünk tőle? Kell rutin? Kell rutin az elkészítéshez, vagy nem? Igazából annyi rutin nem kell hozzá természetesen, de annyit érdemes megjegyezni, hogy egy zsenge húsú állatról beszélünk. Tehát érdemes olyan szempontból odafigyelni, nem szabad túl magas hőmérsékleten sokáig sütnünk. Sütnünk, igen. Sütni fogjuk. Hát ilyen gyengéden bánjuk. Finoman, meg kell simogatni, hogy jól viselkedjen. Tehát, simogatásban ma jó vagyok, igen. Akkor megszúrjuk ezt a sóval, az belső alatt, a húsos részt, besózzuk. És akkor a gyönyörűen összevágott fokhagymát és papukfüvet összekeverjük picit, és akkor ezzel megszórjuk. Szeretnéd? Na, persze. Ez nem túl sok? Nem kell mindet rá. Ja. Következő adag malasztal, és ugye szilveszterre egy ekkora malaszt egy nagyobb családnak azért nem biztos, hogy elég lesz. Ez tény. Ennyi? Így? Jó neked? A következő teljesen tökéletes, és akkor föl kéne nem kell tapicskolni? Nem kell tapicskolni, de ezt akkor simogatás, szereti a simogatást. Igen, hát azt akkor föltekerjük a malacunkat szépen. A legkedőbb. Mint hogyha kalácsot tekernénk. És ugye van egy olasz felvágott a pancsetta sonka. Igen. Ugye az is hasaljából képes, nem hasaljából, hanem császárhúsból készül, és az is úgy fog kinézni majd a malacunk a vágási felülete, mint a pancsetta sonkának, egy ilyen szép feltekert csiga formába fog megsülni. A következő lépés. Jön a kötözéses rész. Kis párga, kis szadó. Nem tudom, aki szereti, tartsam neked, vagy, egy kis, vagy hogy gondolnád? Már dadogok is, ugyebár. Lesz egy kis húrkot. Csinálunk egy húrkot. Ne feszélyezd magad. És akkor először véget. Ütözzük szépen. Jó erősen, jó szorosra, hogy a hús összetapadjon. Uh-huh. És akkor következő, csinálunk még egy húrkot, és átfűzzük megint. És ezt végig. Hány centinként? Kb. Ez 5 centinként. Hát egy 5 centinként. Igazából attól is függ, hogy mekkora malacot sikerül szereznünk, mert hogyha nagyobb, akkor azért nem kell ilyen sűrűn. Úgy még szépen végig. És akkor elérkeztünk a végére. Megfordítjuk a kis malackánkat. És a másik oldalon is végigfűzzük a... Nem mondod, aztán végeztünk. Viszont, hát még nem. Ja, ezeken nem átfűzögeted olyan. Így, alul? Így van. Nem vágjuk. Mint ha láttam volna már ilyet. Konkrétan ez nagy fűszerezés nem igényelt, mert nem, sóztuk, nem. Meg fokhagyma, meg kakukkfű. Kakukkfű, így van. Tehát, ugye mennyi nem a sülésidő? Sülésidő, én úgy szoktam ezeket megsütni, ezeket a fajta húsokat, hogy először 120 fokon egy órát, benne van a sütőbe, és akkor utána, hogyha ez az egy óra letelt, akkor még egy 20-25 percet magas hőfokon, egy 200-210 fokon pirítással a bőre szépen megpiruljon. Oké. És akkor a malacot belehelyezzük a tepsünkbe, és... Zsíradék valami? Semmi? Zsíradék azt nem, viszont egy kis paradicsomot, paprikát és vöröshagymát azt tehetünk alá, jobb legyen milyen az íze. Milyen módon? A paradicsom az ugye elfelezve tökéletes. Ez ennyi? Persze. Mind a három, vagy csak kettő? Kettő elég lesz. Jó. Hogy ez levetés enged, ugye? Így van. És egy vörös hagymát is dobunk mellé. Vizet öntünk kell le? Kevés vizet tehetünk, igen. Ugye először pár óra kell a malacunknak. Lefedjük? Nem fedjük le, 120 fokon így betesszük a sütőbe. Így betesszük. Így is ugye 120 fokon is pirulni fog egy kicsit a tetejé, és ott is még szöccsinál ezt a szép barna színű állatkánknak. Jó. És amit még elfelejtettem, bocsánat, egy kis sört öntünk alá. Sört? Egy kis sört, nem pezsgőt, mert azt is csináltuk, hogy pezsgős malacot csinálunk. Aha. Tehát a folyadék az a sört jelenti most. Oké. Reménykedtem egy kortyot hazdát.
Ez a szilveszteri menü körülbelül mennyi idő alatt áll föl? Összességében, hogyha a malacsütését is beleszámítjuk, akkor közel egy ilyen 3 órás munka. 3 órás. Így van. Tehát sülés, előkészítés. Én ma 3 percet készültem, nem tudom melyiküket fogják kedvelni. Hát akkor én kicsit túltoltam szerintem. Nem toltad túl, valaki rá tud készülni a szilveszterre, valaki nem. Én a utóbbit képviselem, de még foglalkozzunk, gondolom, a lencsével? Lencsével, így van. Lencse főzeléket fogunk készíteni. Tök jó beletülkák. Olyan jó, olyan. Teljesen, teljesen jó. Ez ilyen nyugtató, nyugi lencse, nem? Meg a válogatása is, tehát az is. Ja, mégis. Szeretnéd ma hamuktól kének készülni? Én neked kiválogatom ezt a marékkal. Ne, csak ezek ezt a pillanat, nagyobban. Nagyobban. Hát figyelj, neked bármit ma. Na. Igen? Akkor. Ugye a lencse főzeléknek úgy fog nekiállni, hogy ez egy kicsit, vagy némileg eltérő lesz egy hagyományos lencse főzeléktől, mert a lencsével magával fogjuk besűríteni a főzeléket. Tehát se habarást, se lentást, semmi egyéb sűrítő eljárás nem fogunk alkalmazni. Puffaszt-e ez a lencse? Ez egy könnyen emészhető lencse. Tehát sokkal könnyebben emészhető, mint a Magyarországon hagyományosan ismert barna lencse. Barna. Ő a zöld, ő meg ja, a barna. Ja. Csak színeket sem ismerem a föld, de semmi gond. Igen, mi az első teendő? Első teendőnk az az, hogy a lencsét picit félretesszük. Jó, és egy kis vöröshagymát vágunk hozzá. Hát ez egy fejhagyma? Egy fejhagyma, szépen bele tesszük a ledényünkbe. Megpirult a hagymánk. Oké, és zúdítsa? Jöhet a lencse, így van. Ez körülbelül mennyi? 20 deka? Hát ez körülbelül egy 25 deka, igen. Ezt forgatjuk vele. És ugye az első körben ez lesz majd a sűrítő. Ja, most a sűrítő anyag. Sűrítő lesz, igen. Tudtunk, aha. És a következő körbe tesszük majd fel a... És akkor rátesszük az alaplevünket. Teljesen, de disznó, csirke, marha. Disznó az ideális, mert ugye egy malacot fogunk főzni. Igen, fiatal disznót. Igen. Tehát hülyeség, jól mondtam. Malac. Kis malac. Sihedet. Ez még csak bébi, úgyhogy. Jó, és akkor főre az egyik lencsénk, és a másik lencsénknek kellene egy gyors forraló. Na, és akkor a következő lépésben feltesszük az egészben hagyandó lencséket. Igen. Ezt megfőzzük. De igazából ez csak annyi, hogy először melegítünk hozzá egy kis alaplevet. Ezt kezdőházi asszonyok is gyakorolhatják, ugye? Tehát belöntöm az egyik edényből a másik edénybe másik a levet. Másik edénybe, igen. És hogyha maradt otthon. A harmadikból. Aha, ha maradt otthon. Értem. És forrás után rakom bele? Egy picit felforralik. Ez miért fontos, hogy ne repedjenek meg a szemek? Így van. De ezt utána úgyis le fogjuk szűrni, tehát ez az alaplé, ez csak egy ilyen ízpótló lesz. Uh-huh. Jó. Tehát, hogy ne kelljen vegetát használnunk hozzá. Jó. Leginkább. Uh-huh. Fő várakozik. És mi is várakozunk. Várakozunk. Te, Dávid, megnéztem úgy ezt a malacot, figyelj. Mit öntöttünk alá? Sört, de én képzeld, én pezsgőt találtam mellette. Olyé. Vigyázz, szomjas vagy. Egészség. Boldog új évet. Boldog új évet. Egy. Szereted az édes pezsgőt? Szeretem. Én is szerettem, mert ez édes. Szeretem. Kicsit ide lerakjuk. No. Közben iszogatunk. Akkor a lencsénk az egyik már föl, a másiknak ugye megvártuk, hogy kicsit felmelegedjen az alaplé hozzá. És ezt is beleöntjük. Igen. Így. Tehát egy szakács így oldja meg fúros, villantós menüvel. Egy elfoglalt házi asszony, képzeljék, hogy annyira elfoglalt vagyok, hogy pálcikákat akartam hozni, de most derült ki, hogy száraz tésztát vettem ki a kedencből, de egy ügyes házi asszony úgy alakítja, hogy pont ilyet szerettem volna, mert nem mindenkinek van otthon pálcikája, ugye? Ez így van. Nem, de hogyha van otthon jóféle spagettink, és váratlan vendégek jönnek, szilveszterkor 3 órakor bejelentkeznek, hogy 6-ra otthon vannak, és már nagyjából semmit nem lehet kapni, de még van otthon egy kis mini mozzarella, van egy kis maradék szőlő, tökéletes, ugye? Hát, jó mondom? Egy kis körtét és egy kis gyümölcs. Körtét. Ez csak a színe miatt hoztam. Szerintem csodásan fog kinézni. Bárki azt gondolja, hogy ezen dolgoztam. Egyébként, aki szereti,
annak merem ajánlani. Mered? Fekít. Hát én meg annak ajánlom, akinek... akinek nincs más. Nincs más, és produktumot szeretne, úgyhogy tökéletes. Ugye milyen szép. Gyönyörű? Hát, mintha te találtad volna ki, látod? És ezt egy spagettin oldottuk meg. Úgyhogy még fő a lencse, addig én készülök az 5 órás vendégekre. Nem vagy szomjas? Kicsit. Igyunk, gyere. A legészségünkre. Boldog új évet, 2. Három perc alatt. És falatkák, sör mellé, bor mellé. Hát csak valami zöldet keresünk hozzá a végére, jó? Jó. Hogy áll a malackánk? Malackánk szépen sülöge. Létre azt a pozíciót már, hogy párolódott, és lehet felrokni a nagyobbra? Oké. Okay. Mindjárt átkapcsoljuk sütésre, viszont a lencsénket addig, ugye, amit a pürének szánunk, a lencsét kicsit át turmixoljuk, vagy turmixgéppel, vagy botmixerrel, vagy egyéb másfajta eszközzel, ami alkalmas erre. Ha elkészültünk a pürével, igen, akkor ugye még ráízesítünk. A lencséhez használunk még mustert, ízesítésnek egy kicsit kis savat teszünk vele. Tehát hagyma, lencse, mustár. Húslé, mustár, így van. Ezek összekeverve, összepürésítve. És utána ehhez... Babélevelet nem akartál belerakni? Csak így a... De. De. Akartam, meg jár is dukál, igen, abban. Ez marad ki. Ha már kimaradt, akkor kicsikét. Így most koncentráltabb lesz, hogy dupla adagot raktam bele. Így van. Mit nem raktunk még bele már? Más van benne. Más nem akartunk beletenni. Jó, és akkor most a babérlevelekkel még átforraljuk egyszer a lencsénket. Mert így ezt akartuk. Igen, ezt így terveztük, pont így volt kitalálva. Egyébként ez szendvicskrémnek is tök jó lenne. Persze, egy ilyen vegán szendvicskrémnek. Figyelj, viszont... kitaláltam valamit. Vegyünk ebből egy picikét. Van egy ötletem. Na, van egy ötletem. Falatkának. Falatkának, mert nekem van lazacom. Vajat tegyünk bele? Tegyünk bele, és akkor igazi szendvicskrém lesz. Hozzá kell egy kis fejet, akkor a főzelékünk is egy kicsit krémesebb lesz. Ennyit lophatok? Nyugodtan. Ennyit lophatok? Nyugodtan. Így. Jó. Tessék. Akkor ezzel is kicsit átkrémesítjük a főzelékünket. Lágyabbá tesszük. Jó, ez pedig szendvicskrém lesz. Egy füstölt lazac szelet alatt. Egy uborka hajóval a tetején. Mit szólsz hozzá? Hajóval? Vitorlával. Na? Uborka vitor, nagyon jó. Na, mit szólsz hozzá? És ezt most találtam ki. És akkor elkészült az egész lencsénk is. A babérlevelet kipecázzuk belőle, aztán leszűrjük. Ott a babérlevelünk. És akkor ezt szépen beletesszük a leturmixolt főzelékünkbe. És összekeverjük. És jól néz ki, tényleg jól néz ki. És ugye semmilyen egyéb szénhidrátot nem tartalmaz, csak ami a lencsébe van. Uh-huh. Ez kelkáposzta főzelék, és igazából... meg tudok tenni teljes mértékbe. Nem? Meg, pici krumplival, talán egy szem krumplival. Uh-huh. És már csak a malac hiányzik. És a malac, de hogy hallom a sütőt, már fel is készült a malacunk. Majd legyek a mosogatód is ma. Adod azt a mosogatólevet. Na, figyuka, kitaláltam, ugyebár kitaláltam ezt. Mit szólsz hozzá? Vendégváró 2, míg sül a malac. És mi lesz ez? Hát vendégváró falatok, úgy gondoltam, tudod, háromkor szólnak, hogy 6-kor jönnek. Arra gondoltam, hogy a közösen elkészített lencsekrém, figyuka, így. És lencsekrém. Lencsekrém, ennyi.
Maradt egy kis lazac. Kis lazacunk. Megfogom. Ezt a picit, van a fogvályom. Ezt így rátűzöm. Ez az extra villantás lesz, és most jön a uborka pillanata. Ha hoztam volna uborka gyalut, akkor egy vitorla lenne. De mivel nem hoztam. Így is tudunk egy vitorlát csinálni. Tudsz vitorlát? Mm-hmm. Na. Elvágott félbe. Akkor így elvágjuk a véget. És, bocsánat, és ezt. Igen. Rakom, és akkor fel tudjuk tűzni a kis falatkánkra. A férfi. Egy, a férfi megoldotta. Egy kis lisztre, és már is készít is hajón. Hát nem tökéletes. Nagyon tökéletes, csinos. Tökéletes. Nagyon csinos. Párat csinálunk. Azt gondolták, hogy egy hétig gondolkodtál rajta. És amíg elkészülünk a malacszal, addig ezzel tudnak, ebből tudnak csipegetni. Szerintem is. Hirtelen vendégváró falat, 2 pipa. Szóval, szuflé. Soha életemben nem csináltam szuflét. Komolyan mondom, félek tőle. Mert nem kell tőle félni. Nem kell tőle. Nem kell tőle. Te szuflétől nem kell félni. Ettől nem kell félni. Tehát attól félek, hogy nem jön fel. Nagyon fejlő, nagyon leesik. Megjönnek a vendégek, fent van, leülnek, lent van. Nem sülátó, sütő. Szuflét azt mindig frissen szabad. Tehát mielőtt, feltaláljuk, nem érdemes. Nem érdemes. Tehát ez egy ilyen alaminőt desszert. Olyan szempontból. Te cuki mondtad el. Igen. És igazából nagyon-nagyon oda kell figyelni az arányokra, hogy egy az, hogy milyen alapanyagokból dolgozunk, meg hogy mondjuk a tojásnál, mivel tojáshoz kell bele, hogy mekkora tojással dolgozunk. Uh-huh. Ugye ennél a receptnél az a, ez inkább esses, ez inkább esses, ez inkább esses. Ugye ennél a receptnél hivatalosan úgy kéne megcsinálnunk, hogy elles tojással. Igen. De mivel nekünk csak esses tojásunk van, ezért kicsit fel kell pótolnunk. Igazából egy 2 elles tojás kell ez a recepthez, viszont mi majd 3 darabot fogunk használni az essesből. Uh-huh. Tehát így nagyjából kompenzáljuk az arányokat. Jó. És akkor ez egy fehér csokoládés mákos szuflé lesz. Ennyi sok lesz belőle? Hát körülbelül, igen. Hát egy baromi ilyesek ott látom, tehát komolyan mondom. Itt készültem. Igen. Itt készültünk. Igen. És ugye csipkebogyó lekvárral fogjuk majd tálalni. És nem bokorral. Nem bokorral, igen, igen. Igen. Javítom, igen. Magam. Nem bokorral, hanem bogyó lekvárral fogjuk tálalni. Na. Rendben. És akkor álljunk is neki. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját és fehérjét külön. Szét vannak választva a tojások. És miután ez megtörtént, a fehér csokoládét gőzfürdő fölött megolvasztjuk. Mikróban nem jó, ha mikróban olvasztom meg? Mikróban, ott nagyon vigyázni kell. Tehát de ha én tudom, akkor lehet? Hogyha ott oda van rá figyelve, akkor lehet természetesen. Jó. De annál oda kell figyelni, mert ugye a fehér csokoládéban a kakaóba, és a cukor, milyen magas a cukortartalma, mert tehát nagyon-nagyon könnyen megint. Egyébként a fehér csoki, én voltam csoki manufaktúrában, elmondták, hogy a fehér csoki nem is csoki. Hát olyan szempontból nem csokoládé, hogy kakaóvaj, és igen, babot nem tartalmaz. Kakaó, hát magát a babnak a szárazanyag tartalma ugye nincs, hát ugye a babból mondják ki a vajat is, lényegében igen. Ugye kakaóvaj és tejpor és cukorkeveréke a fehér csokoládé. Szépen beletesszük. Ez hány deka, nem kevés? Ez 25 deka fehér csokoládé, ugye a 3 tojás, de le is lehet felezni ezt az arányt, ugye 125 g fehér csokoládé, vagy ha kevesebbet akarunk készíteni, 125 g fehér csokoládé, és akkor 2 darab, nem, 1 darab elles tojás. Én már elvesztettem a fogalmat. Annyi számot, egy darab, mondtam. 1 darab elles tojás, és egy evőkanál mák, ami kell bele, és ezen kívül, tehát lisztet nem tartalmaz, gluténérzékenyek is fogyaszthatják, és igazából röviden ennyi.
De gyors, gyors rangnak volt. Gyors. Gyorsan. Nagyon sok ázi aztán fél ettől a csoki felolvasztástól. A fehér csokitól én is szoktam félni egyébként. Ez a fehér csokoládé. Ezt nem látszik rajtad. A rutin. A rutin. A rutin meg az évek azért sokat segítenek. De a fehér csokoládé ugye azért veszélyes, mert egy csepp folyadékot kap, akkor összeugrik. Tehát ezért érdemes figyelni, és ugye most a tojássárgáját bele fogjuk tenni, és itt viszont nem kell tőle megijedni, mert itt is össze fogja kapni, viszont ugye a tojás fehérjét, azt habbá verjük. És ezt hozzá dolgozzuk majd a tojásos fehér csokoládéhoz, tojás sárgályás fehér csokoládéhoz, és ez ugye egynemisíteni fogja az egészet. Picit várunk vele, amíg hűl. Hogy a tojás sárgálya kicsapódjon. Attól én is tudok ilyeneket, látod? Kicsapódjon. Kicsit várunk vele, hogy visszahűljön. És addig a tojás fehérjét habbáverjük. De arra oda kell figyelnünk, hogy ne törős habbá, hanem kicsit egy ilyen folyósabb állagú habbá keverjük föl. Jó, akkor a tojás sárgáját először beletesszük a csokoládéba, ami egy kicsit ugye vissza lett hűtve, visszahűlt menet közben. És hogy hívják ezt szakszóval, hogy mit csinálsz, ha hűtöd a csokit? Temperálom, nem fermentem, fermentálás ferment. Az más. Az más jelent, de... az más. És ugye itt is látszik és rajta, hogy a tojás sárgájától, most nem szabad megérni. Tehát egy ilyen állagú krémet kapunk. És akkor a tojás fehérre habunkat, azt pedig két részletbe fogjuk ugye hozzákeverni. Fogom a tálat. Köszönöm szépen. Két részletbe belekeverjük. Szépen óvatosan elkezdjük összedolgozni a habbal. Ez hogyha már fehér csok is, akkor ilyen nem történik. Akkor ilyen nem történik. Tehát szereted a kihívásokat. De nem kell mondom, tehát tényleg nem kell tőle megijedni. És menet közben, hogy belekeveredik a tojásfehérre, ugye látjuk, hogy egyre jobb lesz, és szebb lesz az állaga. Most jön a második részlet hab. A szufléhoz annyit tudtam hozzátenni, hogy körülbelül 2-5 másodpercig tartottam a keverőedényt. Kétszeres kevert hozzá, nem ja, teljes, teljes egészébe. Most én fogom meg neked a tálat ez hozzá. Ez mennyi mág? Ez két evőkanál. Két evőkanál. Cukrozatlan, mert cukrozatlan darált meg, így van. Jól csinálom. Nagyon jó. Én úgy örülök, hogy a tanmesét úgy fogtattál. Nekem jó, neked? Nagyon szuper. Jól néz ki. Aha. Igen, és itt van egy szuflé formáink, amit vajjal és keményítővel fogunk. Tehát vajjal kikenjük az ujjunkkal, így van. És utána egy kis keményítővel megszórjuk, hogy a szuflénak könnyebb legyen feljönni a formába. Ha egy kicsit fölösleges keményítő marad benne, akkor egy arra alkalmas eszközön. Összesedleg kopogtassuk? Arra alkalmas eszközön. Mert nem baj, nem hogy... Nem tesz volt neki sok keményítő. Igen, jó, következő lépésbe beleadagoljuk a formákba a szuflé tésztánkat. Egy sima egyszerű kanál is megtaszített semmi, nem ilyen nagyon bonyolult. Két fagyi kanál. Durván két fagyis kanál. Tehát figyeljünk a csíkra, a háziasszony társaim, a csíkikkel. Minden szuflé formát akkor addig töltsünk, ameddig a csík megvan. És akkor nem tévedhetünk a mennyiséget illetőleg, ugye? És mehetnek a sütőbe, 180 fokon, egy 10-12 percre. 180 fok, 10-12 perc, és azonnal tálalni kell. Míg sül a szuflé, még kicsit pihen a malacka, ugye? Mert picit igen, pihenni kell neki, ugye? Sok házi azt mondja, hogy elfelejt, hogy pihentetni kell a húst, ugye? Egy picit kell, igen. Az egy kicsit nedvesség, a fölösleges nedvesség ki tudni belőle jönni. Míg kinedvedzik a malac, addig kitaláltam egy harmadikat,
gyors vendégváró, megnéztem, mi van a hűtőben, sok minden már nem volt a hűtőben, de sajtból bevásároltam az idén, hogy itt van még camembert sajt. Mindegy milyen, amit találunk a hűtőbe, fokhagymással talán az elég intenzív az íze, azt nem. Azt gondoltam ki, hogy ezt megfogom, megbeszéltük, hogy 8-ba vágjuk, és belemártogatom, mindjárt megmutatom, hogyan. Az egyes kapott 3 szögek oldalait, 2 oldalát, különböző fűszerekbe. Na, készültél, Dávid? Mi? Felismered? Vissza az álmog. Ügyes. Akkor egy kis köri. Ez szerintem piros paprika. Na ez mi? Akkor egy kis római kömény. Itt szagolnak jobb oldalát. római kömény. Kömény. És ez csak nézünk. És egy kis szárított petrozsán. Ötös. Igen, ezt találtam, ez mi maradt. Megfogom. Nagyon kis flancos lesz. Megfogom. Egészen egyszerűen 8-ba vágom. Így. Egyébként teljesen igazad volt, elég a 8. Nem ezzel kell a vendégeknek jól lakni. Ez az. Egyenek otthon. Mindenki egyen otthon. Ott van a malac, ott van a szuflé desszert, meg ez egy az ilyen előétel. Nagyon szépet. És mondjuk, ezt kezdjük azzal, hogy egyik felét belemártom a petrezselyem, a másik milyen legyen? Legyen paprika. Legyen paprikás. Trikolor. Másik. Hát nem gyönyörű. Hát szerintem egyszerűen csodálatos. És mehet is. Hát ez komolyan van, az mesterművelet. Tehát háziasszonyok, váratlan vendég, falatkák, tőlem is, tőle 3 pipa. Soha nem tudnak jobbat kitalálni. Szerintem csodás. Jó. Én ma végeztem, de ez. Elkészült a malacunk, az első teendővel az, hogy leszedjük róla a madzagot. Igen, mert Gyula megkérdezte, hogy a madzag is ehető, és mi volt a válaszod rá? Azt, hogy nem ehető. De hogy nem, ha ő meg akarja enni. Akkor végül is. Elég jó a gyomra, akkor igen. Na szóval. Olló. Két vágást ejtünk, és leszedjük róla. Tehát mint a sebészedni le a oda varratot. Oda nem illő dolgokat, így van. Halljuk, hogy ropog a malacnak a bőre. Halljuk, még jobban. Ó, nagyon jól halljuk. Forró, de igyekszem gyorsan dolgozni. Uh-huh. Te szereted? Már a forrót, vagy az, hogy gyorsan dolgozzak? Nem, a malacot. A malacot, igen. Malacot, igen. Akkor a malacot mentesítettük a madzag alól, békjója alól, és a főzelékünk is elkészült. De ez összeállt, ugye rendesen? Hát egy picit sűrű, mint egy hagyományos lencsefőzelék, viszont így sokkal könnyebb tálalni. De ez nem megy nekem sose ilyen szépen. De az élményből ugye nem, ez nem változtat a gasztronómiai élményen. Ki mennyire szereti a lencsét, ugye annyit tálalunk. Mi szeressük. Annyit tálalunk neki, malacunkat szépen földaraboljuk. És akkor a malackákat fölhelyezzük szépen tányérre. Egy adagban hány malacka? 3-4? Hát ki mennyire éhes. Ja, vágom. Ki mennyire éhes, de hogyha egy fine dining jellegű, akkor inkább ugye, tehát egy ekkora mennyiségű étel, ez már egy bőséges adag, így van. És akkor itt egy dekoráció, hogy... Jön a frikfrak. Csíra. Igen, lencsecsíra. Lencsecsíra. Hogy maradjunk a lencsénél. Ugye jelleget adóanyagokkal díszítünk. Ugye paradicsomot azért teszek rá, mert a malac mellett sült a paradicsom. És ez is egy kis jelleget ad neki. Kis petrezselymet. Ugye, ha maradt egy kis szaftunk a tepsink aljába,
akkor ezzel még végig tudjuk. Nagyon jó lesz. És akkor ugye kérdezte, hogy a kakastadéja mi lesz? Nehogy úgy járjunk, mint a vizéval, tudod, a kis levélkével babérben hívtak, hogy ott maradjon ebben hát, 30 adjára is. Ilyen. Igen. És akkor a kakastadéjét szépen elhelyezzük, és kész vagyunk. Hát nagyon jól néz ki, komolyan. Ügyes. Neked tetszik. Nagyon szépen köszönöm. És gyakoroltam. Két napja egy úr, hogy így nézzen ki. Nagyon jó. Szuflé. Szuflé. Szuflénkat, mivel elkészültünk a főétel, és amíg a vendégek megeszik, addig pont annyi időnk van, hogy a sütőbe vetegyük, és megsüssük. Ez hány perc? Ez 10-12 perc, 180 Várj, fokon. Most 10 vagy 12? Aki még nem sütött szuflét, neki fontos az a két perc? Fontos mit az például a két én? Perc? Ja, vannak olyan emberek, akik nem szeretik, hogyha nagyon folyósak ezek. Tehát éppen, hogy van, aki úgy szereti, hogy csak a közepén egy picit folyós, van, aki pedig úgy, hogy a közep az teljesen folyós. És akkor ilyenkor mi a teendő, hogyha nem tudjuk a vendégízlését? Hát akkor egy... 15 perc. 11 perc, átlagolunk. 11 perc. 11 perc, szuflé, és visszajövünk. És elkészült a szuflé. Tökéletes. Nézzék meg. Jó. És most ugrik a majom a vízbe. És ki is jött. Itt a szuflénk. Tökéletes. És megy hozzá kis csipke bogyólekvár. Amit a csipke bokorról szedünk. Így van. Jön a frittak. Itt pedig így, hogy ne porcukrozzuk, és akkor csak a... Fele lesz olyan. Az egyik fel lesz porcukros. Jól érezted magad? Igen, jól éreztem magam, köszönöm szépen. Bocsi, hogyha túl sokat ittam. Semmi gond. És még iszok is. Egészségünkre. Egészségünkre, boldog új évet, magam és a stáb nevében mindenkinek áldott, békés karácsonyt már kívántam, de most boldog új évet szeretnék kívánni önöknek. Remélem, megkapták a Jézuskától, amit szerettek volna, és nem úgy jártak, mint Dávid barátom, hogy még mindig kicsomagolatlan az ajándékot, ugye? Még kicsomagolatlan. Úgyhogy még nem tudjuk, hogy mit kapod. Úgyhogy a stábot majd megkérem egy integetésre. Jövőre várom önöket. Remélem, önök itt lesznek. Három, kettő, egy. Szabad arablás! Teljesen egyszerű módon megérkeznek operatőrök, asszisztensek, és megmondom őszintén, nem egész áll, nem. Kacsintok az asszisztensnek, hogy csak annyira el van foglalva a telefonjával. Kacsintok az asszisztensnek. Jóci, a késemet, ha ide hoznám. Mit hozott neked a Jézuska? Én lovat kértem, csak nem azt kaptam. Darabokba hozta a lovat.